Haragos űrlény. Ahó! Mi ez a hang? Ahó! Bocsánat. Nem akartalak megijeszteni. Nem, hát persze, dehogy is. Egyáltalán nem ijedtél meg, egy kicsit se. Dehogy. Na és hová mész? Pokolyó világát keresed? Tényleg? Hát mi tudjuk, hogy lehet eljutni Pokolyó világába. Természetesen szívesen útba igazítunk. Mi olyan vicces? Semmi? Jól van. Útba igazítanátok az űrlényt. Elmondanátok neki, hogy jut el Pokolyó világába. Arra menj! Kövesd a nyilat! Igen, arra kell menni. Kövesd a nyilat! Jó utat! Itt vagyunk. Egyébként békés szándékkal jöttél, igaz? Nem! Nem? Ajaj! Csíra! Úgy látszik, az űrlény gonosz tervet forgat a fejében. El akarja foglalni Pokolyó világát. De nézzétek, milyen kicsi! Jaj, és milyen aranyos! Valentina azt mondja, köszöni a kalapot, űrlény cimbora. Valentina, az űrlény azt mondja, azért jött, hogy ő legyen itt a király. Nem azért, hogy kalapokat csinálja. Pokolyó? Szeretnélek bemutatni ennek a kis űrlénynek, aki azért jött, hogy... Játszunk! Nem egészen. A bolygód uralkodója szeretne lenni. Eli! Ahó, Eli! Megmondja valaki Elinek és Pokolyónak, hogy honnan jön ez a hang? Az űrlényből! Rájöttél! Úgy bizony. Ajaj. Hát itt vagy. Ajaj, összenyomódtál. Újra a régi vagy. Mi lenne, ha játszanál egy kicsit, mielőtt elfoglalod a bolygót, űrlényke? Ajaj. Pato, az űrlény azt parancsolja, hogy vidd el a virágokat balra. Pato egyetért veled, űrlényke. Tényleg jobban mutatnak ott a virágok. Örül, hogy megmondtad neki, mit csinálja. Jaj, jaj, jaj! Kezem!
Azt mondod, a kerítésen túl minden a tiéd? És senki sem mehet át? Nézzétek! Az ugrálást mindenki élvezi! Vigyázz, Eli! Eli, az űrlény megpróbál rád ijeszteni. Ó, tönkre ment a játékágyú. Ó, ne, űrlényke, ne sírj, nem olyan vészes. Mi lenne, ha kicsit abba hagynád a világhódítást, és inkább barátkoznál? Mind a barátaid leszünk. Egészen addig, amíg barátságos vagy, igaz? Lesztek az űrlény barátai, hogyha barátságosan viselkedik? Leszünk a barátaid! Szeretünk űrlényre! Csak légy barátságos, ennyi az egész. Na, így másokkal jobb. Lehet, hogy a világot nem foglaltad el űrlényként, de a szívünket igen. Éljenek a békés játékok! Éljenek az új barátok! Pápa, nem sokára találkozunk! Pato! Eli! Pato a víz alatt. Ahó, Pokolyó! Ahó! Ahó, Eli! Ahó, Pato! Mi ez a hang? Á, értem már. Pato beállította a vekkerét. Ez furcsa. Csomagolsz. Hová utazol, Pato? Meglátogatod a barátaidat, Polipot és Bánát a víz alatt. De jó lesz! Remek ötlet! Szükséged lesz ezekre ott, ahová mész. Azon gondolkodtok, mire készül Pato, igaz? Megmondjátok Pokolyónak és Elinek, hová megy Pato. Meglátogatja Bánát és Polipot! Megy a víz alá! Szia, Pato! Jó mulatást! Játszani a víz alatt a barátokkal. Mi lehet ennél jobb móka? Mi ez? Egy labda! Remek! Labdázni fogtok! Elég nehéz a víz alatt labdázni. Ajjaj, elsodródnak a játékaid. Most mivel fogsz játszani? Aha, a trombitád. Na, ez jó mulatság lesz. Oh. Úgy látszik, a trombita és a víz nem szeretik egymást. Na, ezt biztos élvezni fogod. Itt egy képregény. Ó, elázott. Ó.
Pató! Jaj, a víz alatt még toporzékolni sem lehet olyan tüzesen. Félek, hogy Pató nem érzi olyan jól magát, mint várta. Ha, egy finom étel minden bajt elfeledtet, igaz? Hát az biztos, hogy ez az étel nagyon érdekes. Kínáros spagetti? Ugye? Pató arra kíváncsi, kértek-e belőle? Nem, dehogy! Egy csak meg te! Nem, én sem kérek, köszönöm. Most ettem nemrég. Valahogy le kéne gyűrnöd, Pató. Ügyes vagy, Pató. Ajaj, csak nem mész már is, Pató. Mert egyik játékoddal sem tudtál játszani, és a kaja sem ízlett. Honvágyad van? Úgy látom, Bálna elvisz egy körre, mielőtt elindulnál. Csak hogy megmutassa, milyen vidám a víz alatti élet. Ho-ho-ho! Hihihi, ez azért elég jó munka, nem igaz? Bálna még valamit szeretne megmutatni, mielőtt elmész, Pató. Egy buborék. Nézd csak! Itt is lehet labdázni, mint otthon. Mik ezek? Szivacsok. Szivacs trambulin. De jó! Úgy látszik, Pátó nagyon jól mulat. Szerintetek végül is élvezi a víz alatti életet? Mi ez? Egy óriási kagyló? Vajon mi van benne? Pokolyó és Eli! Éljenek az új dolgok, és hogy megbarátkozzunk velük. És éljenek a halhaverok. Pápa, nem sokára találkozunk. Pató festményei. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Ellinél egy vödör van? Értem. Egy képen dolgozik. Elég furán fest. Mi az? Majom! Majom hangot hallasz? Megmondaná valaki Pokolyónak, hogy ez tényleg majom-e? Nem, ez nem majom! Ez szundi madárka! Úgy bizony, ez nem majom, hanem szundi madárka. És nézzétek, ő is fest. Kitűnő! Kitűnő!
Tyha! És polip is egy festményt készít. Mit festesz? Ó, még nem tudod. Értem. Pato, te nem festesz valamit? Talán igen, talán nem. Úgy látszik, Pato nem tartja jó játéknak a festést. Aha, ideje megrendezni a nagy kiállítást. Cundi madárka már hozza is a finomságokat. Nyam, de jó. Tű, itt van Eli festménye. Szerinted milyen pokolyú? Gyönyörű. Nagyon erős. Aha, ez meg biztos Cundi madárka festménye. Mi az pokolyú? Azon gondolkozol, milyen szavak illenek a leginkább ehhez a képhez? Hát persze. Vibrál, életerős, lendületes. Vigyázz, Cundi madárka! Ne izgasd fel magad túlságosan! Á, itt van polip műalkotása. Pokolyó arra kíváncsi, hogy mi akar ez lenni, polip. Á, de értem, igen, igen, igen. Aha, persze. Azt mondja, hogy irka-firka. Ez pedig Cundi madár festménye. Mit gondolsz, Pokolyó? Őszinte, igaz? Alvú. Pato, végül mégis úgy döntöttél, hogy festesz valamit. Megnézhetjük. De mi? Pato, ezt te festetted? Hogy több is van? Tűha! És van még? Hadd nézzük! Ezeket mind te festetted? Csodálatosak! Festenél most nekünk is egyet? Kérlek, Pato, annyira szeretnénk nézni munka közben. Ugye ti is szeretnétek látni, hogyan fest, Pato? Igen! Fess egy képet, Pato! Nincs hozzá megfelelő anyagod? Az nem gond. Parancsolj, egy szép fehér vászon. Szomjas vagy? Parancsolj. Jól van, Pato. Készen állunk. Kápráztass el minket. Ajaj. Pato, nem te festetted azokat a képeket, ugye? Jól van. Elmondom most, mit csinálunk. Először is visszavisszük a képeket oda, ahonnan hoztad őket. Nagyszerű. Itt egy szép üres vászon. Próbáld meg. Jól van. Nem szeretsz festeni. Akkor mit szeretsz? A virágokat. Igazad van, csodaszépek. Mi lenne, ha lefestenéd őket? Nem? De hát nincs mitől félned. Nézd, Pokolyó rajzolt egy gyönyörű virágot. Pato, ez az! Festettél egy igazi festményt! Méghozzá egy kitűnő képet. Ez csodálatos! Ugye örülsz, hogy megpróbáltad? Éljen, Pato! És éljen, hogy belevágunk az új dolgokba is! Pápá, nem sokára találkozunk!
Pato! Eli! Lula! Sunt demandat! Pocoyo! A rémrejtély. Ha-hó, Pocoyo! Ha-hó! Mit csinálsz, Pocoyo? Mi ez? Egy rém! Jaj, te jó ég! Ez a rajz tényleg rémisztő, Pocoyo! Nagyon megijesztettél! Na és mit csinálsz ezzel a rémmel? Bú! Rémizgetsz másokat? Kiket? Őket! Á, nézd, itt van Eli! Ó, Eli! Eli, nézd csak! Itt egy rém! Hát igen, kék a lába. Észrevetted. Mit gondoltok, Eli tényleg megijedt a rémtől? Nem! Igazatok van, csak úgy tesz. Ne szomorkodj, Pocoyo, nagyon is rémisztő ez a rém. Ó, szörnyűséges! Segítség, segítség! Egy rém! Júj! Segítség, rém! Pato, szerintem nézd meg! Lehet, hogy tényleg van ott valami rém. Segítség! Segítség! Fuss el, Pato! Menekülj! Hát, úgy látszik, Patót sem könnyű megijeszteni. Buta doboz! A Pocoyo! Oh! Jaj! Jaj, ez nem valami jó. Pocoyo doboz a Szundi madáron landolt. Eli, Pato, ez nem Pocoyo. Higgyétek el, segítene valaki? Pocoyo van a dobozban? Nem! Pocoyo nincs a dobozban. Jaj, szegény Szundi madár. Gondolom szeretnél kijutni a dobozból. Barátaid biztos segítenének. De azt hiszik, valami rém vagy. Tessék, Szundi madár! Mivel mindenki azt hiszi, hogy rém vagy, tényleg rém is leszel? Ajjaj!
Mi ez a csöngés? A telefon. Halló? Pato. Aré! Tűha, szerintem Szundi madárka készül valamire. Igen, Szundi madárka. Szundi madár van a dobozban. Hála az égnek, hogy rájöttél. Pokolyó, Eli, Pato! Nem kell félnetek, nincs itt semmiféle rém. Megmondjátok neki, ki van a dobozban. Látjátok, a rém mégsem rém, hanem csak Szundi madár. Tűha! Értem már! De jó, most már mindenkinek van saját rém doboza. Éljenek az ijesztő pofák, éljenek a barátok! Pápa, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kis Vide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Bye.